rá, Márta vagyok, ruhatervező, és a Hit Rádió felkérésére megmutatok nektek egy egyszerű szájmaszk készítést. Az alapanyag az egy pamut vászon lehet, én egy ilyen batisztszerű anyagot választottam, amit hát lehet, hogy van otthon is ilyen olyan anyukáknak, akik szoktak varrogatni gyerekeknek, valójában ez egy ilyen gyerekruha anyag, egy ilyen kis inganyag, amit én találtam. Készítettem hozzá egy szabásmintát, tehát a pontos méretek rajta vannak. Valójában ez a maszk, ez két elemből áll, tehát két alkatrészből. A belső része az egy dupla, tehát így három rétegű lesz a maszkunk, és ezeket szegjük be. A lényege az egésznek, hogy a belső rész lesz valójában a maszkunknak a mérete, és a külső része az pedig egy szegéssel rá kerül erre a belső részre. Próbálom nagyon egyszerűen fogalmazni, hogy akik nem professzionális varrók is el tudják készíteni. A lényege, hogy amikor megvan, kiszabtuk az anyagot, tehát a belső részből kettőt, a külsőből pedig egyet, akkor középre helyezzük, úgyhogy a szabásmintán majd látszik, hogy ez körülbelül 2,5 centig maradnak minden irányba a belső résztől, és ezt a plusz 2,5 centit fogjuk szegéssel elkészíteni, tehát valójában rászegjük ezt a külső anyagot a belsőre, és ez lesz a kész maszk méretünk. A hosszanti vonallal kezdjük, ez lesz az áll és az orrnál lévő része a maszknak. Szerintem jó dolog, hogyha gombos tűvel rögzítjük ezeket a... Most nekem így nagyon egyszerű, viszonylag egyszerű helyzetben vagyok, mert ez az anyag kockás, és akkor így könnyebben lehet illeszteni a széleket, de nyilván egy centivel kiméregetve, az a lényeg, hogy a közepére helyezzük a kis alkatrészt a nagy alkatrésznek, és utána kétszer visszahajtva rátűzzük a két hosszanti szakaszt, így milliméteresen, vagy hát ahogy sikerül, tehát nyilván megpróbál az ember egy szép munkát készíteni, de ez gyakorlattól függ, de azt gondoltam, hogy ez a talán a legegyszerűbb. Egyébként, hogyha valaki neki vesselkedik, még akár kézzel is el tudja készíteni. Most közelebb húzom akkor a varrógépet, és tehát kétszer behajtom az első részt az anyag széléig, és utána még egyszer ráhajtva tényleg egy egyenes szakasz képződik, amit szépen letűzünk a varrógéppel. Most nem is erősítettem el itt a két szélét, mert majd utána mutatom, hogy a gumiház vagy szalagház az valójában el fogja szegni ezt a részt. Az egyik oldallal már meg is vagyunk, és akkor jöhet a következő. Ugyanúgy a belső részig visszahajtom, majd egy következő mozdulattal ráfektetem a másodikat. Elkészültünk a két oldalnak a szegésével, ki is vehetjük a gombostűket, mert valójában rögzítettük az anyagot. Hogyha valaki szeretne akár egy szűrőbetétet beletenni, nem tudom, sokféle információ van, hogy milyen betéteket lehet belehelyezni, ami még biztosít nagyobb védelmet, akkor megteheti azt, hogy itt az egyik anyagot rövidebbre veszi, elszegi, és akkor keletkezik itt egy kis zseb, és abba még bele tudja tenni ezt a betétet. Én most ezt enélkül készítem, és akkor a két szélét szegjük el,
ugyanezzel a módszerrel, tehát hogyha így visszahajtjuk kétszer, ez egy picit elasztikus anyag, úgyhogy itt egy kicsit huplizódik, de egy tiszta pamut az nem fog, és ha megnézzük, akkor itt, ahogy ezt legépeljük, itt fog képződni egy rés, ez lesz a gumiházunk, vagy szalagházunk, amiben ha befűzzük a szalagot, akkor összeráncolódik a maszk, és fel tudjuk kötni az arcunkra. Tehát akkor jöhet a következő fázis, amikor ezt a két végét varjuk le. Itt már elerősítem a végét. Elnézést kérek, csak én nem nagyon szoktam háztartási varrógéppel varni. Nekem ez bonyolultabb, mint egy ipari varrógéppel dolgozni. Sikerül olyan nagyon szépen, de azért... Na. Igen, egyik oldal. És akkor ugyanilyen módszerrel elkészítjük a másik oldalt. És így elkészült valójában a maszkunk. A két végére pedig bele kell fűznünk egy szalagot. Ez lehet, én most letéptem teljesen egyszerűen ennek a textilnek a szélét, de aki gyakorlottabb és egy nagyon szép maszkot szeretne, az vágjon egy 3 centi széles csíkot akár és szegje be. Az már egy kicsit bonyolultabb feladat, de nyilván a gyakorlattól eltolom a varrógépet, mert már nem lesz rá szükség. És akkor egy biztosító tűvel, reméljük, hogy van akkora, már tudom fűzni. Tehát azt hiszem, hogy ez azért nem egy annyira bonyolult feladat, ezt akár a gyerekek is szívesen megcsinálják, be lehet fogni a lányokat. Sőt, technika oktatás keretében, a online oktatás keretében akár ki lehet adni feladatnak, szerintem felső tagozatosoknak, hogy készítsenek a családnak ilyen maszkot. Természetesen ehelyett akár, ha találtok otthon egy szalagot, gumit, is lehet belefűzni, és így módon elkészült a maszkunk. Ezt mindenki találja ki magának, ezt a méretet, hogy, de írok majd egy méretet, ami egy ilyen a szabás mintára, hogy mekkora szalagra van szükség, és akkor ezt a maszkot föl lehet helyezni az arcra, és hátul felkötni. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és sok sikert kívánok a családi technika foglalkozáshoz. Sziasztok!